No, hát ugye sok minden elhangzott itt a mai nap is, meg egymásnak biztatni, vagy egymásnak mondani azt, hogy mennyire nagy a baj itt a nagyba is, meg kicsibe is ebbe az országba, azt nem kell. Én azt kérem tőletek, meg rajtatok keresztül mindenki, akivel beszéltek, nem csak családtagok, hanem ismerősök, barátok, aggódó emberek, akik a családjukért vagy a munkahelyükért aggódnak, hogy türelmet kérünk. Tudom, hogy nagyon nehéz, és ebből van a legkevesebb, de türelmet kérünk, hogy képesek legyünk a következő időszakban segíteni mindazokon. Én magam is, meg mások is. Higgyétek el, hogy a magyar kormány valamennyi tagja azért dolgozik, hogy jobb legyen. Az, hogy most nem siránkozunk azért, hogy reggel 6-tól este 6-ig, 10-ig, 9-ig, meg éjszaka, hány órakor, hogy repülünk, honnan jövünk, mit csinálunk. Rettenetesen nehéz mindannyiunknak a helyzete, de itt a legnehezebb, azokban a csücskökben, ahol gyakorlatilag semmiféle munka lehetőség nincs. Még azoknak se, akik egyébként szeretnének dolgozni, most nem azokról beszélek, akik egyébként. Tehát én azt ígérem a magam részéről, hogy mindent meg fogok tenni, mindent. Mindent megteszek azért, hogy segítsek az itt élő embereken. Hogy egyénként nem fogok tudni segíteni, az egészen biztos, de nem is ezt tűztem ki célul magam elé annak idején, amikor ezt a nem kis feladatot vállaltam. Ti pedig segítsetek bennünket, engem is, meg bennünket is abban, hogy mondjam, tudjunk majd örülni annak az időszaknak is, amikor, vagy visszatudjunk erre az időszakra gondolni úgy, hogy hát megérte türelmesnek lenni, megérte hinni azoknak, akiket hát tényleg egy fél év alatt nem voltak képesek megváltani a világot, de másfél év után, vagy két év után látjuk azt, hogy volt értelme ennek az egésznek. Én ebben bízok, ebben hiszek, mert nem hinnék, akkor nem csinálnám, akkor most állnék fel és hagynám ott ezt az egészet, mert higgyétek el, hogy azóta nekem se családom, se semmi nincs, tehát örülök neki, hogy a kicsi családom türelmesen azt a vasárnapi másfél-két órát, amit rájuk tudok szánni, azt örömmel veszik, hogy végre apa itthon van, és akkor egy kicsit tudunk beszélgetni, meg tudtunk egymással is foglalatoskodni. Én komolyan hiszem, gondolom és tudom, hogy a következő év jót is fog számunkra hozni. Ebből a meggyőződésből, és ezzel a meggyőződéssel már nem poharam mindannyiótok egészségére, és valóban nagyon boldog új esztendőt kívánok. Viszont kívánok! Sok erőt és kitartást!